Ez itt a Morning Show. Megjött hozzánk Kassa TV. Ha az nagy csambuzinban nem található vagyok, keress az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. Tibi! Tibi! Kassa TV, Kassa TV, Balázs, de igazából színezhetted volna, mondhatod volna, hogy csapat 1500-ad a 8400-ede kint van, ott van. Minden mondhattam volna, és minden egyes mondattal, igen. Egyre nagyobb bajba kerültem volna, az biztos, de hogy figyelj, hogy egyszer én csinálok rólad egy képet a szignál alatt, tehát hogyha önelégültséget lehetett tanítani, és a komlósi oktatási stúdióban felvennék ezt a tananyag közé, beraknánk, és azt mondjuk, hogy hogyan legyünk önelégültek, tehát az az átszellemültség, hogy te a saját szignálodat hallgatod, ez valami, még számomra is megdöbbentő, pedig azt gondolom, hogy azért nem tudok nagyon már ebben fejlődni, de hihetetlen az a fajta... Hatás, ami alá te kerülsz. Hát de nem komlónet, ezt a BGF-en, hát figyelj, tehát ezt bárhova beteheted, ez a fajta ipari önimádás, amit én létre tudok néha hozni. Figyelj, ami jó, az jó, és ez rendben van, érted? Meghallom, azt mondom, hogy rendben. Saját, nekem volt már olyan egyébként, hogy néztem saját koncertfelvételemet, ez halál frankó, és így néztem egy ilyen, néztem a saját koncertfelvételt, ahol nyomtam egy ilyen megható számot, azt ott ültem, azt elsírtam magam, hogy saját hatásom alá kerültem, de jó, a srác. Láttam itt Skype-on, nekem itt vagy a monitoromban, hát ezt a fajta önelégültséget, ja, ezt komolyan mondom. Hagyj engem békén, Figyelj, de hogy most el kell mondjad, mert ezt a hallgatók nem látják ti. Valamit az előbb ilyen, ha az önelégültségről beszélünk, ilyen réveteg önelégült fejjel bámultatok az előbb valamit oldalra. Mit néztetek? Most visszanéztük... Egy promót. Az X-faktorból megnéztünk egy jelenetet. Ja, csak azt néztem, hogy egy ilyen könnyes szemmel bepárásodva néztétek a monitort. Nem. Na, csak az X-faktorban néztük az a nyitó jelenetét a Bencének pontosan, mert Laci letöltött az X-faktort, és a Bencének volt egy ilyen nyitó jelenete, hogy alszik, de álmodik, de felkel, de mégse álmodik, de csajog, de takarítónő, és ezt visszanéztük, hogy ez hogy sikerült. Hát így elmondva rohadt jól hangzik. Na, csak azt akartam mondani, hogy... Inkább nem rossz maga a jelenet, tényleg. Azt akartam mondani, hogy beszélgettetek sokat ilyen rendőrökről, meg egyáltalán, hogy ki, hogy van, meg ki lőtte ki a vadat, meg nem lőtte ki a vadat. Uh-huh. Akartam egy ilyen rendőrös sztorit egy picikét előhozni nektek. Talán már a múltkor beszéltünk róla, ti tudjátok, hogy én egy picikét rendhagyó módon vagyok mindig a rendőrökkel, mert én azt a stratégiát űzöm, hogyha rendőrrel találkozom, hogy a múltkor ugye volt, bejött utánam a körforgalomba, láttam, hogy nem indexelt a körforgalomból kifele menet, tehát én föl voltam rá készülve, hogyha engem véletlenül megállít, akkor ott egy ilyen vádalkút köthetünk helyben. Tehát, hogy nem jelentett föl azért, mert ő nem indexelt, ha elenged téged. Hát igen, hogy tudok hallgatni. És most megint láttam egyet, nem mondom meg, hogy hol, mert nem akarom őket mószerolni, hogy jött mögöttem a rendőr, nem annyira voltunk bekötve még. Tehát, hogy már majdnem. Éppen készültetek magatokat bekötni, igen. De még majdnem nem, de már majdnem. És mondtam is a páromnak, hogy kössük magunkat, de közben én már látom, hogy az egyik fényszórója, de a jobb oldal lámpája azt hiszem nem égett. Tehát tudtam, hogyha megállít, akkor én már föl voltam készülve egy ilyen vádalkúval, hogy az én hallgatásomnak is van ára, és akkor valahogy elboltoljuk. Ti egyébként milyen politikát nyomtok a rendőröket? Tehát, hogy én nekem általában azt nyomom, hogy próbálok nagyon ilyen, nagyon lazán, nagyon humorizálva kiszállni, és akkor az általában egy jó belépő szokott lenni. Ti mit toltok? Ha igazoltatás van, vagy ha félreállít? Vagy ha történt bármi? Nem, akkor, hogyha koktélozol egy japán étteremben. Hülye. Nem tudom, olyan régen nem állított meg rendőr. Hát csak meglátják az autóját tovább. Nem, mintig. Örülünk, nem. Hogy megy, menjen tovább. Ne, hát semmi. Hogy nem a szervízben van? Hogy nem a szervízben van, kedves Balázs? Hát angol autó, miért nem a szervízben áll? Hát nyilván az ember a kedveset, az aranyosat, a közlékeny, az együttműködő, a bűn megbánó, és a sajnálatra méltó angol buldog fejet tudom felvenni, hogy így rettenetesen sajnálom, és hihetetlen, de van egy kis frissen sütött alvás vitámvel megkínálhatom az urakat. Úgyhogy abszolút, persze, hát ilyenkor az ember mindent bevet. Kellett ezt az utóbbi években. De te ilyenkor lemész ilyen bűnbánóba? Tehát, hogy nálad az a... Én mondom, én a humorizást, tehát, hogy na, fiúk, ezért itt vagyunk, hol vagyunk, tehát, hogy próbálok valamit ebből kihozni, meg láttam ám, hogy nem égett a fényszóró. Te akkor a bűnbánó, te az vagy így előre menekülsz? Abszolút, igen. Az alázatos bűnbánó és az előre menekülő. Hát, ha segít. Jani, igen. Te mit nyomadsz, hogyha... Nekem nincs miért félnem. Tudom, de hogyha... Egyrészt, mert
mert a feleségemet fogják elmeszelni, hiszen én nem vezetek. Másrészt pedig igyekszünk azért minden egyes dolgot rendben tartani az autóban, a papírok is rendben vannak, nem megyünk túl gyorsan. Igyekszünk. Na, de ha valaki ilyen igazság... Törvénytisztelő állampolgárok vagyunk. Ha valaki ilyen igazságbajnok, az te vagy. Tehát, hogy nekem nem mondta, hogy onnan oldalról anyós ülésről, amikor anyát éppen szondáztatják, hogy te onnan nem szövegelsz az anyósról, nem mondjad már. Dehogy nem. Mi van már? Nincs a dolgotok? Mert nyilván ezt tudom, tudod. Mit szorakoztok? Kiszállok? Persze, nem. Gond nincsen. Tehát, hogy nem. Udvariasan, előzékenyen, tényleg, ahogy Balázs is elmondta, mi is próbálunk meg együttműködni a hatóságokkal. Nincsen arcoskodás felesleges. Én tudom, ha én egyszer elkezdek arcoskodni, de csak egy fél mondatocska, nem egy fél mondatocska, egy olyan szó is van, ami még nyomokban arcoskodást tartalmaz, abban a pillanatban végünk abból van. Böri lesz. De az abból a baj, hogy előállítás lesz. Milyen ilyen rohadt nyallerok vagyunk, tehát hogy tényleg az van, hogy te Feri, te mit nyomadsz? Meg tudjuk beszélni. Én így kezdem. Hát persze, röviddel a kocsi csomagtartójából, illetve készpénz. Ez a kettő mindig segít. Én ehhez annyira puha vagyok. Én ilyen nem tudnánk-e valahogy máshogy elintézni. Én szerintem sose próbáltam. Vigyél magaddal Morning Show-s bögrét Balázs aláírásával. Mindenhonnan elengednek. Mindenhonnan. Most már nem, ez régen ment, ezzel nem tudnánk elintézni, erről beszéltünk pont egy hónapja, ez régen nagyon ment. Amikor megvárod, hogy ő kérdez, te kérdezed először, ki játssza le, ugye megvoltak a kötelező körök, én ezt nagyon tudtam. De most már nem lehet, tehát most már nyoma van annak, hogy félreállítottak, igazoltattak, azonnal lekérik a központból, annak nyoma van, tehát ez a megvesztegetés, hogy tudnánk máshogy elintézni, szerintem ezt most bepróbálni, az meleg. Elmúltak ezek az idők szerintem. Be vannak portozva ugyanis. Tehát, hogy nekem konkrétan be vannak portozva a rendőrök. Oda jött hozzá most a múltkor egy rendőr. Volt és egy... ki portozott? Atosz portozott. Igen, portozott, és utána később Aramis. Atosz teszi fel a portokat? Jó, ha Atosz portoz, akkor jó. Igen. Hogy konkrétan be vannak portozva, és közli az elején, hogy erről az intézkedésről most hangfelvétel készül. Na, én ezt még soha nem hallottam. Soha nem hallottad? Én nekem múltkor volt, félreállítottak, erről tudjon minden, hogy ez van, tehát konkrétan be van portozva. Minden ne higgyel, Tibi. Persze, be van portozva, és ülnek egyébként, igen, egy ilyen kicsi kis magnó mellett fülessel az őrsön Józsiék, és hallgatják a beszélgetéseket, és naponta 4000 beszélgetést hallgatnak van, vissza. Hagyjál, Tibi, ez minden, ne higgyél el. A rendőr kettő dolgot mondott, és én elhittem. Az egyik azt mondta, hogy be van portozva, és azt mondta, hogy Popsiba nem megcsalás. Ez a kettő, hát most, hogyha ő hazudik, én is hazudom. Hát. Nincsenek, szerintem nincsenek beportozva. Az meg se fordul a fejedbe, hogy becsületűsök? Dehogy nem, de ne hülyéskedj. Én, aki a fényszóróját próbáltam javítatni. Figyelj, azért a hallgatóktól kérdezzétek meg, mielőtt most erre nagyon rálegyintetek, mert azért egy rendőr mondta, hogy csak azt mondta, hogy ne énekeljek, mert be van portozva és készül róla a fel. Mondtam, hogy elnyom a hullócsillagot, ha elenged. Mondta, nem, be vagyok portozva. Tibi, ha humorizálnak veled, azért ne higgyel mindent. Be van a portozva. Be van, na, most ezt a hallgatóktól kérdezzétek meg, hogy jöjjön erre, be vannak portozva, na erről tényleg, ha, nem tudom, mindenki-e, de azt gondolom, hogy a muzikálisabbak. Igen, akinek jó a hangja, és szépen énekel egész nap, azokat beportozzák. Jó, úgyis hallgatnak minket sokan, akik rendőrséget dolgoznak, vagy igazoltatnak, vagy az igazságrendészeti osztályon bárhol, akár Vas megyében is, írjanak már nekünk, hogy létezik-e, hogy a hétköznapi járőröket, mindegyiket egyébként reggel felportozzák, és hallgatják a beszélgetést. Nem lehet. Hát gondold el, magánbeszélgetéseket folytatnak ők az autóban. Ja, hogy amikor ők kiszállnak az autóból, igazoltatni, elindítják magukon a portot. Igen. Van valami rögzítő egység a kocsiban, hogy az intézkedésről legyen egy felvétel. Hát nagyon modern lenne. Hát ilyen, ez a magyar, tehát amióta elmentetek, rengeteget fejlődött ez az ország. Tehát, hogy nem vagyunk otthon, és ilyen dolgok történnek. Hát engem kétszer igazoltatott konkrétan hologram rendőr. Oda nyúltam, azt nem volt ott. Tehát, hülye vagy? Nagyon nagy. Na, figyelj, viszont mi egy picit a Ferivel elirigyeltük, mert én nem tudtam ezt egy jobb szóval mondani, hogy ne... De én értettem, szerintem. Hogy elirigyeltük, hogy ti kint vagytok, és nektek baromi jó, és azt gondolom, nekünk meg egy közben baromi rossz, ugye, tehát hiába zabáljuk a diskókot, valahogy nem akar ugye csak szállni. A szenvedés van csak itt. Csak a szenvedés. Hát más, figyelj, amit Balázs ugye mesélt, hogy minden nap tiszta a szoba, minden nap friss törölköző, friss ágynemű, azért az kemény, tehát az jó dolog. Hát meg az egész ellátás, tehát tényleg, hogy azért nagyon nehéz ezzel azonosulni, úgyhogy van egy dal, amit annak idején, hogy a Tájföldre magamat marcangolva írtam, hogy ez a Rohadjál meg Kassa című dal, nem tudom, emlékeztek-e még rá? Igen, megvan. Szerettem. Megvan. Azóta és... is a legnagyobb slágered. Jani, ne szurkáljál nekem onnan oldalról. Figyelj, mert... én voltam koncerteden, és láttam, hallottam. Imádták az hogy emberek. Minden számnál repültek a fehér nemük. És volt közte nő is. Na, hogy...
Ezt átírtuk Ferivel, csak azért mondom, hogy Ferivel, mert csak hogy hadd ráncsa magam. Ne, igen, hogy ne egyedül vidd a balhét. Igen, hogyha baj lesz belőle, akkor ketten írtuk, ha rohadtul fogod szeretni, akkor csak én csináltam. Jó? Tehát, hogy... Így megszületett a dal címe, Rohadjál meg Balázs. És ez, na, hát ez, köszönöm szépen, hogy nincs elég bajom, nincs velem a családom, hiányzik a gyerekem, a feleségem, Tibi bejön, a dal címe, Rohadjál meg Balázs. De figyelj, most ez... Nagyon jó. Miért kell egy vérző embert még rugdalni? Hát, nem baj, már tetszik egyébként, Rohadjál meg Balázs. Mehet? Mehet, nyomja. Élőben nyomjuk, ez ilyen élő premier, szól a gitár, jó halljátok, jó szant? Jó, abszolút, jó. Na, figyelj, 1, 2, 3, 4, én turistán utazok, te meg persze magángépen. Én 5 csillagos szállodát még nem láttam csak képen. Itthon meg csak Ferrarival van tele a garázs. Hát rohadjál meg Balázs! Az a gáz, ha hazajön a Balázs, akkor bizony drámaian megcsappan az apanás. Az a gáz, ha kim bezár a büfé, akkor bizony drámaian megrövidül a büdzsé. Azt én aláírom, hogy nem könnyű neked, mert minden nap bélszint zabálni tök unalmas lehet. A fürdőszobád akkora, mint muterná a lakás. Á, rohadjál meg Balázs! Az a gáz! Ha hazajön a Balázs, akkor bizony drámaian megcsapan az apanás. Az a gáz! Ha kint bezár a büfé, akkor bizony drámaian megrövidül a büdzsé. Kis dalunkban egy valaki nem kapott még bókot, aki alig várja, hogy már ehessen riskókot. Veled most nincs semmi baj, de azért jól esik kimondani, hogy rohadjál meg, Jani! Az a gáz, ha hazajön a Balázs, akkor bizony drámaian megcsapan az apanás. Az a gáz, ha kint bezár a büfé, akkor bizony drámaian megrövidül a büdzsé. Hey! Nem volt rossz, sőt, jó volt. Nagyon király. Ülünk itt ártatlanul erre a dalci, rohadjál meg, azt Balázs, kapjuk a pofánkba. Rohadjál meg, Jani, kapunk egy kicsit. De jó volt, tetszett. Hát, és tetszett, hogy a Feri néha, amikor rohadjál meg Balázs, ilyen tiszta szívből. Én oda tettem. Rohadjál meg Balázs. Figyelj, de nem láttad, vagy láttad a Tibit közben, hogy így még mutogatod, hogy gyere velem. Gyere, most. Mondjad, hogy rohadjál meg, ne csak én legyek egyedül. De megérkeztél, ott voltál, nagyon tetszett. Nem kellett kétszer mondani. Csak a művészet véget. Tehát ha kint bezár a büfé, dráma, ilyen megrövedül a büdzsé. Tehát, hogy... Ja, hogy a kinti büfé, jó, az most esetleg. Ha kint bezár a büfé. Ez költészet, hogyha hallgassátok most, hogyha hatás alá kerültél, később hallgassátok vissza a szavaimat. De mivel is érdemeltük ki, hogy 12 órát dolgozunk, vagy hogy 6 hete nem láttuk a családunkat, vagy hogy nem látunk semmit Dél-Afrikából, vagy 6 hete ugyanazt a nyomorúságos ételt teszünk. Melyik részével érdemeltük ki ezt a nagyon nagy irigylést, amit most kapunk, és szeretetet? Hát igazából annyi, hogy 2 hetet tervezünk, csak most hoztam be a gitárt, tehát sem, nem. Jó, egyébként menő volt, tényleg fér, menő fér, volt. Fér még ahol már van amúgy. Én bírom ezt. Jó van, tetszett. De arra figyeljetek egyébként, hogy állítólag, hogyha tényleg ez a fajta, tehát hogyha túl sokat eszel bélszint, az is ugyanúgy egy oldalú táplálkozást. Tehát figyeljetek, hogy nehogy baj legyen. Kicsit a szarvasgombával meg tudom bonondítani. Elmondom nektek csak azért, hogy azért a tisztálátás véget, hogy tegnap este sikerült lejutnom az étterembe, végre nem forgattunk és ettem, egy odaégett csirke szárnyat próbáltak combként rám tukmálni. És 3 perc volt, mire megértettem velük, hogy barátom, én mindent megeszek, amit ad, nincs ezzel baj, de hidd el nekem, hogy ez nem az, aminek mondod. Ez a csirke másik fele. Higgyem el! De, és kiderült, hogy a másik vége a vaslapon rommá volt égetve. Tehát a mindennap bélszínhez azért ez jó, hogy jó, hogy tudjátok, hogy nagyjából ilyen szinten van itt a gasztronómia, hogy nem ismerik a csirke, melyik részét adják neked. És közben van köztünk egy ilyen hallgató, azért kellemetlen, amit nyomadsz Balázs most, nekem tök mindegy, mert te építed az imidzset, de ugye van egy hallgatólagos ilyen meg nem támadási egyezmény köztünk, tehát ugye a hallgatóknak mit mondunk, hogy ülnek benne a stúdióban. Közben ugye egy ilyen vízálló mikrofon szettel derékig benne van a medencében Balázs, ugye én látom itt a Skype-on. Csak ott lennék. Derékig benne a medencébe, és ebben a pillanatban most teszik le elé a mohítót. Nekem tök jó, hát most bármi. De át tudjuk írni a dalt. Csirkeszány, rohadjál meg, jó Balázs. Elmondanám nektek, hogy a 4 hét alatt egyszer próbáltam arra kísérletet tenni, csináljak egy mohítót. Amikor a paradicsom léhez nyúlt, akkor azt mondtam, hogy hagyjad, brada. Nem, ez nem az, amire
ez nem az a világ, ahol én mojitót fogok inni. Tedd le azt a paradicsomlevet, engedd el. Az, van olyan az a Bloody Mary, hagyd a francba, nem iszunk mojitót. Tehát, hogy azért van még hova fejlődni. Az mi Balázs, de az a király volt. Igen? Balázs, az mi ott mögötted, az ilyen óriás csúszda, vagy mi az ott? Rohadjál meg. Na. Megy az jó. Idő, nehogy aztán nem maradjon idő a témára, mert biztos nagyon jó. Igen, biztos nagyon jó, de előtte még el kell mondjam, hogy nem a te téged körülvevő jó világ az, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Van egy sztori, amit egy ilyen két héttel ezelőtt már elkezdtem kezelgetni a Facebookomon, és ki is raktam, mert baromira idegesített. Egy család küldött akkor nekem egy levelet, hogy megelőztek egy piros valami furgont, és már akkor kiraktam, most azóta már egyre többen foglalkoznak vele, csak azért akartam nektek is elhozni, hogy mit gondoltok róla. Megelőztek egy ilyen valami furgont, vagy ilyen egyterű valami kis teherautószerű izét, és azt csinálta emberünk erre, hogy ezt egy finom támadásnak vette, visszaelőz téged, miután megelőzted, eléd áll, és utána a sávban cikázgatva nem hagyja, hogy megelőz, tehát hogy elkezd veled szépen játszani. És ez állítólag ilyen napi rutinja neki, hogy amikor te megelőzöd, akkor ő visszaelőz, tehát akkor megsértődik, eléd áll, és szépen, hogy próbálnád előzgetni, szépen ilyen próbál téged leszorítani, próbál téged kifékezgetni, tehát ő valahogy ezzel éli ki a perverzióját az utakon. Csak kíváncsi voltam, hogy ti ilyen esetekben egyébként mit csináltok? Tehát találkoztatok-e már ilyen típusú, hát ugye csak azért mondom, mert van köztünk szakás, tehát a gyökérrel. ilyen gyökérrel. Ez egy teherautó, vagy egy kamion? Vagy ez egy nem, ez egy kis teherautó, kis tudod, amiből lehet ilyen személy, 9 személyes személyszállítót, vagy pedig raktereset is használni. Ez egy piros színű autó, és ez most már több helyen is előbukkan. Igen, én mondom, hogy 10 napja raktam ki, vagy nem tudom, valami ilyesmi lehetett, amikor kaptam ezt egy levélben, le is fotózta, hogy mondta, hogy még egy órákkal később is remegett a dologtól, mert konkrétan életveszélyes szitukba sodorta velem, fékezgetett rájuk, tehát nem, hogy tényleg egy idő után nyilván megijedsz egy ilyentől, hogyha a nő vagy én, nyilván nem, meg kemény vagyok. De persze, te átmész alatt én azonnal rácsavarok egyet, tehát azonnal van, ki tudod kivel szórakozni. Miért szedik ki a rendőrség? Hát csak hogy szedett? Ezt az arcot a forgalomból. Pont ez a kérdés, hogy ilyenkor mi a helyes eljárás? Még azért raktam ki tényleg, hogy hát, hogyha ott van rendszám, együtt lefotózták, hogy hát ezzel valaki foglalkozik. De hogy ilyenkor mit tudsz csinálni? Ti mit csináltak ilyenkor, amikor valaki elkezdi önbíráskodni úton? Hát, ha gyerek ül mögöttem, akkor semmit. Tehát akkor elengedem. Nehezemre esik, de akkor elengedem. Egyébként, ha kamionok letolnak és villognak, és mondjuk a belső sávban előznek a nulláson, ami a halálom, leginkább egyébként román kamionok csinálják, akkor szoktam önkéntes rendőrködni. Tehát, de akkor mit csinálsz? Én beállok eléjük, és egész egyszer 20-ra lelassítok, és tudom, hogy attól megöli őket. A frász is képes vagyok hosszú-hosszú kilométerenken keresztül. Egyébként ilyen lassan menni, annyira be tudok ezzel rágni. De nem félsz, tehát hogy beléd nem értem, jön. Hogy miért nem jön beléd. Nem jön nem, beléd. És akkor elkezd villogni, elkezd dudálni, szétveti az ideg, és az bennem okoz néha egyfajta ilyen önző önkielégülést. De én akkor hajlandó vagyok arra az időmből egyébként egy keveset áldozni, hogy hosszú-hosszú kilométeren keresztül 10 km per órára lassítok, és amikor emelkedő jön, akkor még jobban lelassítok, és aztán hirtelen ott hagyom. Tehát tudom, ez az önkéntes rendőrködés legalja, de ilyenkor áldozok erre. Tehát amikor te tényleg mondjuk 80-nal mész a nulláson, ő beáll 3,5 méterre mögéd, elkezd villogni, dudál, és megpróbál letolni, azt én elég nehezen tolerálom. Hát, mondom, más autónak lemegyek, simán menjen, nem érdekel, de amikor kamion ezt csinálja, azt nehezen bírom. Tehát akkor bosszút állok. Tudom, hogy kicsinyes, de én ezt bevállalom. De mondom, van ez a szitu, mondom, akkor konkrétan mondjuk a családoddal mész. És ott van mondjuk, ott ül mögötted a gyerek, nem tudom, bármi, és konkrétan játszik az egyterűvel az emberünk, mert ő úgy van vele, hogy most ő azt a játékát játsz, amit szokott, egyébként záhony körülről van való, és hogy, hogy nem engedi magát megelőzni. Aha. Először valahogy megelőzöd, és akkor úgy dönt, hogy nem, akkor egy padlógáz eléd megy, és onnantól cikázik előtte, tehát hogy kvázi, mint egy ilyen terrorba tart, hogy te ne tudjál elmenni mellette. Csak ez baromira... Ez egy nagyon jó önvizsgálat egyébként, mert az élet számos területén találkozom hülyékkel, és valahogy mindig át tudom ezt a dolgot engedni magamon. Ha közlekedésben elkezd valaki ilyen önkéntes rendőrként szabályozni, nem úgy, ahogy én teszem, mert én csak reflektálok, hanem magától például, hogy nem engedi, hogy megelőz, akkor pillanatok alatt nagyon elborul az agyam. Nem tudtam még megfejteni az okát, hogy mi váltja ki belőlem ezt a hihetetlen indulatot.
Ha, mondom, ha család van, akkor nyilván semmit. Ha nincs család, hát akkor elindul a játék. Akkor jó, de most egy, benne vagyok. De most egy hülye miatt meg nem, tehát azért, mert valaki hülye az utakon, azért meg nem válhatsz el, érted? Tehát, hogy, hogy vagy tedd ki őket addig az M0-ás pihenőhelynél. Figyelj, igen, Viki, ezt Viki, elintézem, visszajövök érzetek. Igen. Nem tudom, hogy ezt egyébként ember miért csinálhatja, hogy ebben miért lát örömet, és nem is hagyja, hogy te megelőzd. Nem, tehát te nem, előznéd, és nem hagyja. Csak az a baj, hogy, és ráadásul szerintem az a baj, hogy itt nem számíthatsz a rendőr segítségére, mert most igazából nincs itt most minden mit, sarkon, mit csinál? Persze. Nincs, semmi. Így van. És ugyanez igaz. Az a fura egyébként ebben az egészben, bocsánat, hogy ezt szabadba vágok, hogy ez a bizonyos piros furgon, amiről te beszélsz, ez elviekben, sőt, mert többen jelezték, már volt fönt egy hírportálon is, hogy gyakorlatilag hetek óta ezzel szórakozik. Így van. Tehát, hogy itt nagyon gyorsan ki lehetne rántani ezt az emberkét a forgalomból, hogyha akarnák. Hát igen, csak például a rendszámi alapján is beazonosítható. Ha fölveszed kamerával, akkor az bizonyíték? Én úgy tudom, hogy az nem. Érted? Uh-huh. Tehát, hogy nem és tudom. Mi van, hogyha egy rendőrségi csali autó megy? Az mondjuk okos. Okos, ülj előre. Jó. A másik, illetve még ugyanebbe a témakörbe tartozik, nem konkrétan ez az eset, amikor azt látod, és sajnos most erre egy nagyon-nagyon szomorú és fájó példa volt, most egy nagyon komoly baleset történt, biztos láttatok, ahol sajnos sok haláleset is volt, és hogy ez, amikor emberünk azt mondja, hogy már pedig neki most úgy érzi, hogy ez össze fog jönni, és neki kezd egy hat kocsiból álló oszlopnak a megelőzésébe. Ugye ez azért még nem vehetett ki, és ott látod, hogy két forgatókönyv van. Ha sikerül, akkor mit mond? Ha tudtam, hogy meg tudom csinálni, tudtam, hogy meg fogom előzni. Ha nem sikerül, akkor mi történik, akkor belehal egy család. És annak idén mi egy ilyet kifékeztünk, egyébként annak idén mi a bátyámmal szintén próbáltunk egy kicsit rendet tenni a világban, és amikor láttuk, hogy konkrétan majdnem egy ilyen végzetes ütközést csinált valaki, akinek nagyon fontos volt három autót megelőzni egy jókanyarban. Utána mentünk, kifékeztük, és figyelj, majdnem olyan cirkusz lett belőle, hogy majdnem mi lettünk meghurcolva, hogy mi a személyes szabadságába korlátoztuk, mert eléjártunk, meg a nem tudom, tehát abban majdnem ügy lett, mikor megpróbáltuk elmagyarázni, hogy ott majdnem egy három tagú családnak az élete majdnem oda lett, mert te úgy. Igen, mert az önkéntes bíráskodás, így van, azt a rendőr csinálhatja meg, hogy leszorítja, de te nem úton közlekedő. Nyilván leszorítottuk, és a... Na jó, most csak. De mindegy, tehát, hogy akkor ti ilyenkor próbáltok rendet rakni, vagy elengeditek? Hogyha mondjuk egy ilyen szitu lenne, akkor te próbálnál, mondjuk egy mit csinálnál ezzel a piros furgonnal, Baller? Hát amit mondtam, nyilván, hát azért előbb-utóbb meg lehetne előzni, és aztán utána elindulna a terror. Sajnos hajlandó vagyok még ilyen esetekben néha felvenni a kesztyűt, tényleg. Hagyni kéne, tehát önmagában elég szomorú, ha valakinek ennyi a kielégülése. Tehát nagyon nyomorúságos életre val, hogy valaki itt talál kielégülést, hogy más ártatlan embereket egyébként terrorizál. Tehát ha meg se büntetett neki, elég büntetés az, hogy önmagával kell lenni a nap 24 órájában, de valószínűleg azért belemennék kicsit a játékba. Állítólag most közben jött egy kedves ügyvéd barátom, közben üzent és azt írja, hogy kamera tanú, és abból már összeáll a feljelentés. Aha. Tehát hogyha föl lehet videózni. Igen, de a kamerát azt nem fogadják el bizonyítékképpen. De állítólag itt azért, hogy ha van egy kamera és van egy tanú mellette, tehát ha ül melletted valaki, és van még egy élő tanú, meg van egy videófelvétel, azzal már állítólag megáll a feljelentés most, és ez így már bűncselekményként megáll ez a veszélyeztetés. Azt mondja, hogy egy hivatalos okiradól idézek, az állampolgár által készített álló, illetve mozgókép nem minősül bizonyítéknak, mivel nem hitelesített készülékkel készült a felvétel. Aha. Hát akkor ezt jól megoldottuk. Félve kérdezem, meg most nyilván nem hazabeszélni akartam, nem azért hoztam ezt, mert az elmúlt fél évben semmit nem adtatok meg, de Balázs... Hármas szintű, abszolút indokolt csörbökés. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi a király. Mondd, hogy ez részben a dalnak szól. Részben a dalnak, részben a témának, de jogos, ezt meg kell adni. Megmondom őszintén, hogy azért szeretem ezt a hármas szignált egyébként, mert csupa olyan dolgot mond ki egyébként, ami nyilvánvaló is, amit amúgy is tudok. Tehát, de attól függetlenül jó ezt hallani. Hogy nem azért húztam mondjuk azért... Mondjuk nekem azért rosszul esett ez a fajta kivételezés, hogy Balázs sokkal jobban rohadjon meg, mint én. Igen, te csak azért. Kicsit jobban meg kellett rohadnom, igen. De már 9:30, 5 perccel, hát piros furgon, dal, hát lassan kezdek arra gondolni, hogy esetleg ma úgy jöttél, hogy nincs témád. De van! Megmondom őszintén, tudjátok, hogy én a hosszú távú elköteleződésnek vagyok a híve.
Ez de jó volt. Na igen, abszolút indokolt a csörbek. Ne sértsetek, te tudjátok ugye, hogy én a hosszú távú monogám elköteleződésnek vagyok egy nagy követe. Kimondta. Istenem, ez a srác, és még ugyanúgy ül a poén. Érdekes, hogy elsőre is hazugságnak tűn, de másodikra se lett jobb. Tehát Balázs, engem, aki ennek a fajta egy életen át tartó nagy közös utazásnak vagyok a hírnöke, most engem akartok meg csak azért mondom, hogy mivel most már azért most már lassan 2 éve benne vagyok egy párkapcsolatban, azért ami mondom, már ahogy kimondom, a gyomrom összeugrik. Tehát, hogy már lassan menekülnék, hogy egy picikét belástam az életünkbe, és hoztam nektek egy listát azokból a konfliktusokból, amit azt gondolom mindenki átél, aki egy hosszabb együttélésben van, vagy házasságban. Mik azok az aprónak tűnő kis konfliktusok, amik abszolút meg tudják mérgezni a hétköznapokat, mik ezek a kis konfliktus források, amik banálisnak tűnhetnek, de utána kapcsolatra nagyon csúnyán ráülnek. Úgyhogy ilyen harcokat gyűjtöttem ki egy picikét. Nektek a hallgatók is nyilván ebbe bele tudnak szállni, hogy ki mivel harcol otthon, mik otthon a kis konfliktus források. De igazából akkor lehet, hogy hozzam Annát egyébként, hogy pizza női oldalt is meg tudja ebbe a sztoriba szólaltatni? Hozhatjuk, igen, csak vágjál bele, mert nagyon rohan az idő. Na, itt van néhány dolog, csak azért, amit például nem értek. Tehát, én pont tegnap este megkaptam, hogy a nem felhajtott WC deszka, hogy az egy undorító dolog, hogy én azt nem hajtom fel. És én ezt egyszerűen nem vagyok hajlandó elfogni. Tegnap este egy komoly vita volt nálunk egy ilyen beszélgetésben, mert hogy nem hajtom vissza, ugye az a problémátok nektek. Az, igen, az elég komoly probléma. De miért? Tehát, hogy én nekem megmondom, ugyanaz a mozdulat. Tibi. Nem. Na. Nem, tudod miért probléma? Mikor beleesel derékig, én jövök hajnalba dolgozni, és leülsz a hideg fajanszra a sötétbe, akkor az azért elég bosszantó tud lenni. De nekem ugyanaz a mozdulat. Tehát, hogy ez... A hideg fajanszra ráülök a popimmal, az komoly probléma. Nem kapcsolom föl a villanyt, és én megbolondulok például tőle. Miért? Igen, egy mozdulat neked is. Volt olyan, is. Hogy nem volt lehajtva a deszka, és kicsit beestél a fajanszba? Mert tudod, ha csak a fajanszra ülsz, az vékonyabb, és a farpofák nem találják el rendesen, és beesel. Olyan volt, mert nekem volt ilyen konkrétan, hogy álmos voltam, gondoltam, leülök, és nem volt lehajtva a deszka, és majdnem beestem a fajanszba, ugye, mert vékony az, és a farpofa arról lecsúszik, és azt oldalt kapaszkodtam. És tényleg a Viki fölhajtva hagyta az ülőkét, szörnyű. Kihajtotta föl, te hajtottad föl, ember. Hát... Nem emlékszem már, hogy volt, csak tudom, hogy hajnalban megérkeztem, rárogtam a WC, és úgy agyban majdnem beestem a fajanszba, mert hogy azt hittem, hogy ott van a deszka, és oldalt ugye az picit csúszik hideg a farpofádnak, és hát sikerült beesni, ez valóban sok. De hogy ez miért a mi sarunk? Tehát ez minden nő úgy állítja be, hogy ez a mi sarunk, hogy a WC ülőke nincsen visszahajtva. Ellenőrizzétek, mielőtt leültök, nem? Hát az nincs ráírva sehol, hogy lehajtva a szabványos, vagy fölhajtva. Nincsen ráírva, de hát figyelj, ti vizeltek más, hogy már bocsánat, ti ülve csináljátok, ti ülve csináljátok. Ezt a hülyeséget. De ez nem hülyeség, Tibi, hát. De nem mi vizelünk más, hogyha nem ti. Dehogy is. Hát figyelj, ti ülve csináljátok a nagy dolgot, mindenki ülve. Az nem, azt szerintem meg már megalázó. Ott valahogy én úgy érzem, hogy férfit kiherélünk azzal, hogyha ülve pisilik. Ne, pisil, nem. Pisiltek állva, csak leülni. Hajtsátok tudod, vissza. Tudod, milyen jó leülni, Anna? Tudod, mennyire ülök. Ennyi év után. Ennyi év, leülök. Internet ezek kicsit, ne viccel, jó ülve. Nem fröcskölöd szét, nem lesz fröcskölöd. A padló. Mi még tudunk célozni. A csempek, higgyetek, én bevállalom, én otthon leülök. Lusta vagyok, én leülök, gyerek. Na, másik ugyanilyen nálunk ilyen állandó ütközési pont. Ágyban kajálás. Én notórius ágyban kajáló vagyok. Szavazzuk meg, most figyellek, Balázs, Jani, ki az, aki ágyban elfekve nagyon nagy faló? Balázs az bevállalta, én is. Nincs vele baj. Jani? Nincs vele baj. Semmi baj. Én takarítok utánuk. Én nem eszek ágyban. Én nem szeretem. Belemorzsázunk az ágyneműbe. Így van, egy jó kis ágyban kajálástól nincsen jobb, és ez nálunk ugyanígy harc, hogy utána én viszont nagyon hisztizek érte, hogy nem tudok a morzsás ágyban aludni, és utána ráfogom a páromra, nyilván ő morzsázott bele. Igen, a morzsa tudod miért probléma? Sokkal érzékenyebb a bőrünk, megnyomja a morzsa. Másik, sokkal érzékenyebb a szaglásunk. És engem zavarnak azok a szagok, amik sajtos kekszből ott szétáradnak. Így van, nem gusztusos a morzsás.
Nem, nem húz. Megnyomja a bőrünket, és az... kész. Nem. Tehát az ágyban miért kell értünk? Az ágyba enni? Miért kell? Mert mozizol, közben nézel egy filmet, meg nekem van olyan tálcám, hogy kis lábacskái vannak, ki lehet hajtani. Fogom, és így magamra teszem. És mellé eszel. Kivisz, beviszem a kis tálcácskát, kihajtom, és akkor ott van minden így berendezve, nézem a kis kedvenc homelandemet, és a kis ágyas tálcámat kihajtom. Hát ne vicceljetek. De tudod, mi a baj? Van egy kis váza is, egy szál vörös rózsával benne. Sarkába. Hábozott mandarin, egy fél kört és némi sajt feldarabolva. Persze, figyelj, a kis ágyas tálca, igaz, most a 2 éve nem használtam, de volt, amikor. És az a kellemetlen, hogy előadja Balázs, hogy ő beviszi az ágyas tálcát. Igen. Miközben ez hogy néz ki? Jean hozhatja a vacsorámat, és akkor leteszi a... Januárja. Igen, hozhatja. Jó. De gyerekek, ágyban enni jó. Én adom ezt, Tibi. Film... Jó, másik hatalmas ütközési pont. Filmre elaludni, vagy vaksötétbe elaludni? Filmre elaludni? Én csak filmre tudok elaludni. Tehát ha vaksötétben, akkor nekem ez egy olyan elalvásos szükség megoldás, és feltehetőleg táborban vagyok. Tehát én csak, ha megy egy jó elalvós film, úgy tudok elaludni a párom, csak vaksötétben. Ilyenkor mi van? Egy éve külön alszunk a férjemmel. Szevasz, Juli. Ezért szeretlek, Juli, mert te vagy a legőszintébb. Bejössz, és az egy éve külön alszunk. Nagyon szeretlek. Ő lenne a kanapén, én meg fent. És melyikőtök tévézik? A férjem. Aha. De annyira, hogy berakott egy böszme nagy ilyen porfogót a szobába, amihez nem volt távirányító, és mindig ő elaludt, én meg kapcsolhattam ki. Abban a pillanatban, hogy visszanézek a monitorra vagy a tévére, kiveri az álmot a szememből. Hát hogy lehet tévére elaludni? Ő meg ennél a legnagyobb, tud, úgyhogy... A legnagyobb. A másik ugyanilyen lámpáknak a felkapcsolva hagyása, és akkor megy utána, a másik az megkapcsolgatja le. Tehát én az vagyok, aki nem tudom még fölkapcsolgatni, még csak, és az egész, tehát olyan, mint egy karácsonyi kivilágítás, úgy áll a ház, konkrétan Pakson be kell intani egy ilyen póterőművet, hogy működni tudjon a házunk, és talán megy utána a párom, és kapcsolgatja le, hogy nem lopjuk a izét. Ti... De félsz, vagy miért csak félsz? Vagy mi? Nem, hát pánikrohamod lesz a sötétben? Nem, csak szólt a lámpát. Szólt a könyvelünk, hogy rohadsok a haszon, az valamiből. Ja. Kéne egy kis bevételi számla. Kéne számla. Hogy ti az éve lámpával ti toljátok, vagy ilyen spórolósak vagytok? Kapcsolgatjátok? Nálunk egy darab jelzőfény van. A polc tetején világít egy lámpa. Ferihegyen laktok, hogy milyen jelzőfény? Hogy a férjem betaláljon a kanapóba. Nem, egy darab jelzőfény ég, úgy nem esek le a lépcsőről, és ő is betalál az ágyba, úgyhogy ez teljesen jó, ezzel kivédünk egy csomó lámpakapcsolgatást. A másik... Nálunk is van, a Viki imádja, ez a kis konnektorba bedugható, ilyen kis éjszaka világító, ilyen, mit tudom, 3 év alatt egy, nem tudom mennyit fogyasztó, 100 forintba kerül, ilyen kis jelzőfényeket a lakásba. És az azért van, hogy este a gyerekhez oda találjon, nem tudom, és olyanok vagyunk tényleg, mint egy ilyen kiszem felszálló pálya, hogy égnek ezek a jelzőfények. És annyi van belőle, hogy lekapcsoljátok a lámpákat a házba, és ugyanúgy világos marad. És ugyanúgy nem tudunk besötétíteni, igen. A másik ilyen brutális ütközési pont a szennyes témakör. Tehát én megmondom őszintén, hogy én az vagyok, hogy valahol leesik rólam az okni, az ott rohad meg. Tehát, hogy az uh-huh. hogyha... Pont ilyenek is képzeltünk. Nem is gondoltunk nagyon más. Igen. Ne arcoskodjad ott az akkurátus luxus osztag. Mondjátok, hogy nálatok mi van. Tehát ki hol veszíti el a szennyest? Ebben nem vagyok trehány. A Beninek már megtanítottam, hogy tudja úgy levenni az alsógatyát, hogy a sarkával fölsarkazza és elkapja. De az menő. És egyébként ezt nagyon menő. Csinálja, 5 évesen bemegy a fürdőszobába, ledobja az alsógatyát, és amikor az egyik lábam van már, csak akkor fölrúgja a sarkával és elkapja. Ezt megtanítottam neki, erre nagyon büszke voltam. De ez nálunk valahogy nem megy. Ez az okni elhagyás, szépen mire fölérsz a fürdőszoba, az levetkőzöl, mindenhol egy ruhadarabot, az nincs. Én ebben egészen fúnálunk nagyon. Tehát én mondjuk, ha legurulok az ágyról, puhára esek, ott van egy ilyen 7 generáció zokni, hogy az ágy mellett. Atyaisten. De mondom, tehát hogyha mondjuk hozzáteszem, hogyha nekem azt mondanád, hogy a jó szendékú manók töltik újra a kézmosót, én elhinném, mert én azt se láttam még soha, amikor újra, tehát én azt se láttam még soha, hogy újra töltődik. Jó, de hát akkor egy valamit vállaljatok be, most ne egyedül legyek én azért, tehát nálatok milyen házi konfliktus van ilyen kis apró házi dolgokból? Na, nekem egy van. Na. Egy. De tényleg, most eszembe jutott a hűtő nyitva hagyás. Valamiért annyira rászoktam így az utóbbi évekbe, hogy én nem tudom mi. Tehát mindig oda megyek hozzá, kiveszek valamit, és nyitva vagyok. Ez már erősen. Azért ez erősen a szenilitás. Tehát elfelejtett, hogy mit csináltál egy órája, az oké, hogy mit csináltál egy percet, kinyitod a hűtőt, és úgy hagyod. És nyitva vagyom a hűtőajtót. Egy liter tej van a kezemben. Hol vagyok? Hol vagyok? Ez kinek a háza? Mi a feleség?
te vagy. Azért ezen elgondolkozunk. Egy hete lejárt. Ezen elgondolkozunk, mert az ember mondjuk nem tudom, nyitva hagyja a kocsi ajtaját, nem zárja be, oké, de a hűtőajtót, hát az a fél perc telik el a benézés és a kivétel között. Hát az nem egy hosszú időintervallum. Valamiért kiesik. Valamiért kiesik. Azt fogom csinálni, hogy oda fogok készíteni egy levél Covingtont, és amikor kinyitom a hűtőt, akkor mindig bedobok egy tablettát. Van ilyen hűtőmalac, ami elkezd nyögni, vagy rágni, vagy valami hangot adni, hogy ne hagyd, miért kell tényleg azért van, ugye, hogy meg azért van, hogyha valaki nassol, akkor hallja a másik, hogy megint belezabált az ételbe, és ha kinyitod a hűtőt, abban a pillanatban a malac elkezd jelezni. Vegyek neked egy ilyet? Igen, ez azért van, hogy a nassoló házaspárok tudják, hogy valaki benyitott, és aztán fényre indul el a malac. És addig, amíg fény van a hűtőben, addig röfög a malac. Kérsz egy ilyet? Igen. Jó. Akkor vegyél magadnak. Nem, jó. Igaz, vegyél már nekem egyet. Veszek neked egy ilyet, veszek neked egy ilyet. Karira, ez a fényre életbe lépő malac jelzi, hogy nyitva van a hűtő. Nassolás kizárt ugyanakkor, mert hogy lebuksz. Na az utolsó, hogy legyen egy ilyen kis búcsom, mert a csajokat be tudjuk vonni, ami szerintem szintén a csajok biztos, hogy ismerik. Én nagyon ilyen vagyok, én vállalom. Bármi, amit nem találok, az automatikusan. Kicsim, ezt hová tettük? Igen, a király többes. Igen, hová tettük? Vagy hová tetted? És neked, de neked nőként kötelező tudni. Ez így is van, és sokszor el is számoltatnak ezekbe. Pontosan. És meg is érdemlem. Hát persze, hát nekem kell tudni. Ugyanakkor abban a rettenetes rumliba élsz, amit elmeséltél. Ami egyfajta rend, ugye? Csak ugye abban csak egy zseni ismeri ki magát a káoszban. Oho. Ennél egyen jobb az, amikor ott van a szeme előtt. Azt mondja, a francba, hol a francba van, és csapkod, és ide-oda pakolgatja a dolgokat, és odamész, és kihúzod. Ennyi. Vagy a kezébe van pont. Nekem ilyen is volt, igen. Na, de hogy ezek után azért nincs sok illúziótok. Melyik ötök lakna velem? Én nem, Tibi. Nagy a csend, a nagy a csend. Mi megölnénk egymást. Illetve ti pontosabban a Janival ölnétek meg egymást. Én még csak bírom a rendetlenséget. Jani szobájában megint benn voltam tegnap, és mondom, Jani, rakd el a tiszta ruháidat. Nem, az a szennyes, négy darab póló élére hajtogatva. Nem a mosodában. Nem hittem el. Én kiúztam egy fiókot, és így kiömlött a szennyes ruha, élére hajtogatva négy darab póló, ami a szennyes. Nem tudom úgy leszedni a fregoliról. Tisztán. Én imádom, hogy a Jani félve kérdezem, hogy jogos-e a taps és a sikor. Hát hogy ne lenne, dalt hoztál, készültél. Nagyon jó voltál. Hülyeségeket mondtál a beportozott rendőrökről. Nem igaz! Hihetetlen. Csekkoljátok le. Persze, 4-5, hogy ez teljesen hülyeség, nem ezért ügyel. És az egyik rendőr, aki ezt mondta, hogy be van portozva, azt is mondta, hogy remekül csókolok. Igen. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show. Olyan, mint a bumerang, csak ez van. Klassz FM-en. Rohadjál meg, Balázs!